Itt vagyok újra, srácok. Folytatjuk a végigjátszásunkat Geralttal. Hát alig 4 percen vagyunk túl. És még mindig a kezdő területen. Talán már a nap végére kijutunk onnan. Ki tudja? Ki tudja, srácok? Tale begins near White Orchard. With my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore. Korábbi barátját és szeretőjét kereste. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. A célunk, hogy a lehető legtöbb mindent megcsináljunk. Megnéztem ajánlásotokra, hogy kiadjunk-e valamilyen achievementet, kiadjunk-e valamit a játékba, és hát persze, kihagyunk, mert hogy össze kéne vetnem, hogy milyen achievement van már meg nekem. Vannak dolgok, amiket itt az elején könnyen megszerezni. Mint például, hogy egyszerre csináljunk támadást, hárítást, bombadobást és még a fene se tudja, hogy micsodát. Van egy csomó dolog, amit már itt az elején könnyű megszerezni. Ez nem egy olyan dolog, ami ilyen kihagyhatatlan. Úgyhogy, ha most nem is csináljuk meg, meg tudjuk majd később. Én úgy vagyok vele. Mert megcsinálhatok később. Viszont olyan dolgokat, amik kimaradhatnak, félelődik a küldetés, olyat mindenféleképpen meg akarok csinálni. Úgyhogy most az a célunk, hogy ugye most ez az Orgona és Egres küldetésünk van. Megkeressünk másik 2 questet, amit még érdemes, pontosabban ajánlott megcsinálni, azelőtt, hogy ezen tovább haladnék. Te megbántad, hogy New Game Plus-szal kezdted, hiába 50-esek, itt könnyű a játék. Hát arra azt tudom javasolni, lehet, hogy itt se lesz sokkal nehezebb. Van egy ilyen, hogy ellenség felkonvertálás, ez ugye a scalinget állítja a játéknál. Ezt kapcsolt be, és akkor a szintedhez rakja az ellenfeleket. Ha túl alacsonyak lennének. Szóval, küldetés. Kérdés, hogy vajon a küldetések, amiket mi meg kéne találnunk, ezt már elmagyarázta a játék, azt ott találjuk el. Mert hogy én itt, ezen a területen már nem látok semmit, viszont ide még nem látogattunk el. Úgyhogy oda teszünk egy olyat. Oda meg egy olyat. És ami még talán érdekes, az ez lehet. Úgyhogy ezeket megnézzük. Nem tudom, hogy ezt jelöli-e a térképen. Nem. Akkor ez kár volt ide rakni. Hát akkor oda megyünk. Pillanat, srácok, bénázok. Így. Faster. Kezdőterületen is el lehet tölteni egy életet? Hát igen. Van teendő. Van itt teendő, az biztos. Ah, tessék, már is egy küldetés. Ó, csuklat. Hátba kéne vágni. Valamiért bekapcsolt magától a harci muzsika. Tárgyak megsemmisítésem. Egyes tárgyakat meg lehet semmisíteni, ezeket az árdíkon jelöli, azt hiszem ez az árd. Az utadon álló tárgyak megsemmisítéséhez menj a közelükbe és használd az árdjelet. A kardoddal is szétvághatod őket, de nem minden tárgyat lehet ilyen módon megsemmisíteni. Másik lehetőség, ha egy mékas bombát vágsz a tárgyhoz, de vigyázz, nehogy te is megsérülj a robbanásban.
Én a játék végén jöttem rá, amikor visszajöttem, hogy van egy alkimia tutorial quest. Komolyan? Valami mozgást láttam. Hé, hey, van itthon valaki? Lost your key, ma'am? No, not my key. My pan. It always sat there empty, this hut. That is, till the night before the battle. A man arrived, walked right in like twere his own. Was standing at my window, peering at the goings-on. He must have eyed me, cause next I knew, there he was, coming my way. So, I grabbed me pan, for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening. Just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. I was right baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Lenyűgöző történet, hát igen. Érdekes, és utána mi történt? Interesting. What happened then? Before dawn, another rode up to the hut. But come on, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him. And me pan. T'were old, black with soot, not worth much, I suppose. But I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow. Well, that he's lying there. Persze, hogy segítünk. Szóval, hogy never taken on a kell a serpenyő. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Na. Ne haragudjatok. Mentjük gyorsan a játékot. Egy makulátlan serpenyő. Tehát mentünk egyet itt. És mutatok nektek egy érdekességet. Mi? Igen. Mutatok nektek egy érdekességet. Elvileg mond valamit az öreg asszony, teljesen kiment a fejemből, hogyha betörjük az ajtót azelőtt, hogy beszélnénk vele. Úgyhogy ezt megnézzük gyorsan. Azt nem tudom, hogy pluszt mond, vagy valami helyett történik. Gyere csak, keszeg. Merre akarunk menni? Oda akarunk menni. És arra kíváncsi vagyok. Úgyhogy igazából hamarabb kellett volna. Hamarabb kellett volna mentenem még a döntési lehetőség előtt. Na nézzük csak. Köszi. Since you're going in there, mind looking around for me frying pan? Rogue borrowed it from me, then left without returning it. What's that again? It always sat there empty, this hut. Igazából ennyi. Till the night before the battle, a man arrived. Igazából ennyi volt, srácok, tehát ezt buszba mondta. Hogyha már egyébként is akarok bemenni, akkor segíthették neki. Hello, miben jobb a frissítés? Kibeszéltük már a délelőtti stream előtt, de gyakorlatilag grafikában és quality of life-os dolgokban megjött egy-két quest. Jó, ez ugyanaz. Persze segítek. Never taken on a pan contract. Jó, maradunk ennél, srácok.
You should wait here, just in case. Ez a PS-es verzió? Nem. Ez a PC-s verzió. Úgy csinálunk, hogy bent rakunk fel. És megnézzük itt a questet. Sokan úgy vélik, egy Witcher élete izgalmas kalandok vége, vége láthatatlan sorozata, megbízások a mantikorokra, brukszánkra és egyéb egzotikus fenevadakra. A valóságban azonban Geralt gyakran elvállal sokkal föltözragadtabb feladatokat, olyanokat, amiket kevésbé tehetséges bárdok félnek megénekelni, mert hiányzik belőlük készség, hogy a mundán tettekről is maradandót alkossanak. Például amikor fehér gyümölcsös kertben járt, felbérelték, hogy szerezze vissza egy asszony serpenyőjét. Oké, órának. Ja, szóval ez a PC-s verzió majdnem fullos grafikában. Ott a pen a ja nem, az nem a pen. Azt beolódsz, ott a pen. A corpse explains the stench. Hoppácska, rúnakő, ábra és kitépet lap. Kitépet lap, tehát olvasni való. Ja, hogy ez egy alkimiai receptet, akkor már is nem érdekel annyira. Hát ugye azt mondta az öreg asszony, hogy jött egy lovas, de csak egy ember távozott és büdös van bent. Tehát ez sejtető volt, hogy itt bizony meghalt valaki. Ah, the priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it to make ink, write letters. Levelet írt. Nothing. No. Documents, almost entirely burnt. A few pieces still legible. És amikor meg van beszélve a rohadt találkozót, eszében megjelensz. Megcsináltam az életemet. Megcsináltam. Az életemet kockáztattam az egész tetves műveletért, és a végén ott álltam, lankadt pöccsel, várva a semmire. Azt hittem, a Nilfgaardi hadsereg ennél jobban szervezett, de te... Mondd meg a ti áldott tábornokotoknak, hogy én és a társaim nem tartunk haragot. Ezért nem szakítjuk meg a tárgyalásokat. Ám mivel a régi tervünket fújhatjuk, ezúttal mi választjuk ki a következő találkozó helyét és időpontját. Minél tovább nézem, hallgatom a streamet, annál jobban gondolkodom, hogy mégis kellene időt találni az új rendszerre. Hát ez sok idő lesz, Pankam. Majd meglátod. Nem tudjátok esetleg, hogy már PS-re is tölthető az update? Uh-huh. Éjfél óta. A PS-esek sokkal hamarabb töltették, mint a PC-sek. PS-esek éjfélkor, többiek egy órától. Ezüst monoklin. Törött szemüveg. Érdekes. Folytó hurok nyoma a nyakán, és néhány régi forradás. Valamiféle katona lehetett. Loot. His throat. He was garroted. Yeah. And some old scars. Kind of soldier might have. A PSS PSS játék, na, PSS verzióval kapcsolatban. Ha megtaláljátok Árni üzenetét, akkor azt érdemes lenne pinálni, mert ezek mit csinálod? Mert hogy írt valami fontosat, hasznosat ezzel kapcsolatban, hogy milyen helyzet a PlayStation-os verzióval, de nekem nagyon kínai volt a lévén, hogy annyira nem vágom, hogy milyen verziói vannak PSN ennek a játéknak. Pinálva? Oh. Ilyeneket csinálnak ezek a moderátorok? Hát ez elképesztő. Hát... Valaki itt a fejembe járt. Hát nagyszerű. Köszi szépen. Blade, nagyon szépen köszönöm a 63 hónapot. Üdv újraért köszönjük, és köszi, hogy a Prime-odat te is rám használtad el. A botom hol van? Alszik a botom? Ennyi.
Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. Mm-hmm. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make Szerintem it. Ez nem érdekli, must hogy have had an urgent letter to write. Nem. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, sonny, for the road. Almalé, kaptunk almalevet, srácok. 9 tapasztalati pont. Sült alma. Az öreg asszony sült almát adott nekünk. És kenyeret. És almalevet. És ennyi. És itt pedig valaki meghalt. Ott van, ott van. Ja, 45 giga volt a frissítés. De nekem 51 giga volt a játék, és most a 45 gigás frissítéssel 56 giga lett, tehát hogy nem sokkal. És azt amúgy néztem, hogy amikor nyomtam egy backupot a Witcher-es fájlokról, go. Akkor az artbook az, ami sokat foglal a játékban. Tehát az artbook, ami nem is a játék, de oda van letöltve, szóval azt majd onnan ki kell törölnöm. Mert amúgy jó az artbook, de ne legyen már fölöslegesen ott a játék fájainál. Peregjenek a Swagger Blade-nek úgy. Köszi szépen. Jó kis farkasok. Megpróbálom őket kikerülni. Come on, Roach. Tetszik ez a hely. Ez majd egy neves hely lesz. Ide még vissza fogunk jönni. De azért most kilótoljuk. Így van. Nem csak, hogy bekerült a Potion Permit a Game Pass-ba, hanem megjelent. Tehát tegnap jelent meg a Potion Permit. Bizony. Úgyhogy ez egy hasznos info. És sajnálom, hogy most láttam amúgy meg. Így, hogy vicserezünk, mert... Hát így még nehezebb lesz időt találni neki. Zárva kulcs kell hozzá. Na. Hát megnéztük, hogy egyelőre itt most nincs semmi, tehát arra gondoltam, hogy oda is mehetnénk. Run, Roach. Vágtas, keszeg, vágtas. Fűrészmalom. Ghoul. Van. Na basszus. Ajaj. Hát igen, azért nagyokat tudnak ránk csapni.
azért nagyokat tudnak ránk csapni. Nem voltam elég... Nem vettem őket elég komolyan. Honnan jöttél? Megölöd a szörnyeket? Mindet? Nehezebb megtalálni a dolgokat, mert a kérdőjeleket kivették. Nem vették ki. Na basszus. Azt el kell gyújtanunk. Mármint, hogy fel kell gyújtanunk. Most nem teheted ezt? Miért nem? Ezt hamarabb kellett volna felgyújtani? Ha, de fura. Na mindegy. Greetings. Mutasd a portékád! Na ő csak egy sima boltos. És árul vizes palackot, meg Optima Matert. Jó, van, nagyon izgalmas. Nem vették ki a kérdőt, azt csinálták a kérdőjelekkel, hogy elrejteted őket, hogyha akarod. Ez egy plusz beállítás, amit ugye itt tudsz állítani a térképen. Persze, ha jól értettem. Itt van, és csak itt vannak a kérdőjelek. Úgy van, hogy alapértelmezetten nem mutatja a kérdőjelet, de hogyha az összesre rámegyek, akkor mutat mindent. A különleges köszörűkövekkel időlegesen feljavíthatod a fegyvereidet. Ez bónuszt ad a fegyvereid által okozott sebzés értékéhez. Bleh! Murder! Murder! Na jó. Van itt, azért bőven van itt dolog, amit kihagytunk. Megyünk arra felé, amerre a küldetésünk szól. És közben tömjük magunkat kenyérrel. Hey there. Everything's all right. Oh. Come on. Everything's all right. Miért lehet használni kell szegen az axit? Ez miért jó? Amikor ellenfelek közelébe vagyunk, akkor ugye megborul és le kell nyugtatni. Így lehet az axival lenyugtatni. Ezt sose csináltam meg. Aha. Épp ma jött meg az új RTX kártyám, letöltetem ezt a frissítést. Jézusom. Na basszus, és pont fájt van. Nekem sose volt olyan, hogy bepánikolt volna keszeg. Hát most se használtunk amúgy jeleket. Hát... Oké. Okay. Basszus. Haló? Hm.
A szemetek. Tényleg tettem fel a gémet, és olyan furcsa volt, hogy 2020 áprilisemben játszottál vele. Én évente legalább egyszer elővettem, ugye? De végig játszani csak egyszer játszottam végig. Gyorsan kilútoljuk ezt a helyet, és akkor mindjárt megyünk tovább. Nyúl írha. Jézusom, itt mi történt, srácok? Jaj, ne. Farkasok. Stench. Jaj, mert nem is volt rajtunk a pajzs. Na basszus. Csillapító párlat. Azt sem amúgy be fog telni az inventorink. Srácok, itt valami rezgés volt. Ugye ezt szét lehetett volna robbantani. Pedig úgy néz ki, hogy ezt a helyet átnéztük. Fura volt, hogy berezgett a medál. Ez most egy kicsit furi volt. Vajon miért rezeghetett be a medál? Pedig nem látok itt semmit. Meg amúgy szürke lett. A gyerek eszeg. Haladjunk. Egy pillanat. Tehát akkor csináltunk serpenyős questet, és még egy valami hiányzik. Egy valami hiányzik. Valami kárgós. Precious cargo. Nézzük csak ezt, hol lehet felvenni? Azt mondja, hogy... Ez egy tag, ül, aha. Precious cargo. Ennek itt kell lennie valahol mellettünk. Pont ki, hogy ott van. Elmentünk mellette. A meglévő mentés is upgrade-elődik, vagy csak ha új gémet kezdesz. Upgrade-elődik. Én azzal mutattam meg nektek délelőtt, hogy hogy néz ki a Blood and Wine. Itt van. What happened? Monsters! Monsters from the swamp! Folks said the road was fraught with peril, but I wouldn't listen. Got my comeuppance now. Less moaning, more details. What happened, and how can I help? And remember, I don't work for free. Witcher's code and all. Well, was on my way to the Black Ones to trade. Suddenly my horse got spooked,
ran clear off the road. We hit a bump. I went flying and the horse and cart rolled on. Then I heard bubbling, neighing, slurping. Something came out from the muck. Devoured Asher, hooves and all. No doubt my goods are still on the cart, but I'm too afeard to go and see. Thought maybe you. I'm most concerned about a little box. Bring it to me, I beg you. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy leszart azt, hogy vannak szörnyek a közelben, a lova megbokrosodott, és van egy fontos szállítmány, egy kis doboz. Azt jó lenne, hogy elvinnénk neki. Fine, I'll go. Let you know if I find that box. Értékes rakomány. Amúgy a serpenyőt nem olvastuk el. De, elolvastuk. Akkor jó. A kereskedő, akit a fehér gyümölcsös kertbe vezető út mellett talált, rendkívül kétségbe esett volt. Drága árut szállított a Nilfgaardi táborban, amikor a lova megugrott és letért az útról, magával rántva a kereskedő szekerét, és az egész rakomány a tábortól nem messze a ködös mocsárba kötött ki. Szegény ló csapdába esett az ingoványon, és hamarosan felfalták az ilyen helyeken mindig megtalálható szörnyek. A kereskedő érthetően félt összeszedni az áruját, ezért hát megkérte a Witchert, hogy tegye meg helyette, szép jutalomért cserében. Jó, megyünk. Ott van. Cart tracks. Szekérnyomok egyenesen a mocsárba vezetnek. Szevasztok, szevasztok, haló, haló. Here's the cart. Gyorsan ki is posztjuk. Carts riddled with arrows. A szekértel van tűzdelve nyilakkal. Érdekes, talán körül kéne néznem. Ezek neckerek lesznek? Már nem emlékszem pontosan, valami hülye nevük van ezeknek. Folytó lidérc. Tényleg. Mekkora eltrepült. Mennyire látszik a különbség a Base és a Next Gen között? Nagyon durván látványos. De főleg a konzolosoknak. Oké, ott van a kis ládikó. Square in the neck. Pontosan a nyakába. Szép lövés. Either the merchant's got serious memory problems. Kereskedőnek vagy súlyos gondjai vannak az emlékezetével, vagy hazudott. An arrow. Egy nyilvessző. Ezt nem említettem. Must be that box. Ez lehet a doboz, amit említett. Vérfoltok vannak rajta. Human blood. Emberi vér. Szója a látványos egyébként. A különbség. Még úgy is, hogy én egy-két modot raktam az alapjátékra. Még úgy is látványos.
Igen, és a harcnál van egy másik alternatív kamera. Bár nekem nem tűnt fel. De amúgy ti mondtátok, hogy más van. Oh, and you find the box. Átláttam a hazugságaidon. Yeah, found your priceless chest. And someone who looks an awful lot like a cart driver with an arrow through his neck. No dryads in these swamps, and never known a drowner or a water hag to use a bow. Hát neki van ilyen amúgy. I'm guessing. Watch out! Behind you! Nah. There's nothing behind me. I'm a witcher, I've heard it. Just like I can hear your heart, which is pounding, like a liar's. Best hope you're a better rider than you are a liar. Come on. Ráncs le a kereskedőt a lováról. Ez elég furán nézett ki, srácok. Gotta get him out of here. Wake up. See, can't run from the truth. Not even on horseback. Now who are you and why do you attack that card? Szevasztok, srácok. Private First Class John Gamer. Temerian 6th Division, 2nd Regiment. Disbanded, but still active. Ez rémlik. That was a medical transport. Egy orvosi szállítmányt akartak ellopni. The black ones. And the medicine. Our lads could use it too. We've many ill among us. You let me go, and they might live and fight once more for a free north. Végvittem, most patch felkerült és hibákat dob telepítés után indításnál. Én, nekem fent van, nekem ez a játék gyakorlatilag fent van, amióta végigjátszottam. Talán amúgy, amikor SSD került a gépbe, akkor telepítettem újra. Szóval nekem csak frissített, és nem volt gond. De ha gond van, akkor nyomj rá egy repert, ha az se segít, akkor meg egy újra telepítés csak megoldja. A kitűzött üzenethez annyi info van még, hogy akinek a gotty van meg, az PS5-en el tudja váltani a Completed Edition-re a játék verzióját, és akkor megkap mindent az update-ban. Hát nem tudom, hogy Marci üzenetét lehet-e még pinálni a már meglevő mellé, de akkor lehet, hogy Marci üzenetét még a Árnyé mellé érdemes pinálni. Bár Árnyét még nem olvastam el. Vagy elolvastam, csak nem értettem. Szóval... Ez egy orvosi szállítmány volt, és átkozott legyek a hagyom, hogy eljusson a feketékhez. A gyógyszer pedig, amilyenink is fel tudnák használni. Sok a beteg közöttünk. Ha elengedsz, élhetnek. És később újra harcolhatnak egy szabad éjszakért. Megnézem egy pillanat, srácok, hogy kiket szeretnék támogatni. Az északiak az melyik nemzet, srácok? Az Temeria lesz? Az északiak azok melyik? Vagy ők csak szimplán az északiaknak mondják? Hogy ismerhetem még őket?
pillanat. Igazából... Hát elvihetnénk. Temeria, Redania, stb. Aha. Egy pillanat. Aha, és a Redániában van a Radovid. Aha, és... Ja, látom, északi királyságok. Ja, Temeria, Redania, Keratsk, Kedven, Edrin, Mahakam, Lovershoden és Sidaris. Aha. Az a Kedven amúgy ismerős valamiért. Nem tudom, hogy miért ismerős. Egyébként. Aha, északi királyságok. Temeria felett Foltest uralkodik. És Vizima a főváros. Aha. És a Nilfgaardiaknál pedig... Hát ott van Emperor Emir, nem? Ja. Igen, igen. A sorozatban említették Kedvent? Aha. Hát elvisszük a Nilfgaardiakhoz. Szabadon távozhatsz, de a gyógyszer itt marad. Ez egy kegyetlen menet, erre emlékszem. I'm taking you to the Nilfgaardians. You're a murderer, not a soldier. Gyilkos vagy, nem katona. Te pedig áruló. There's a scaffold out there with your name on it. Ez egy kegyetlen endingje ennek a questnek. Hey soldier. Waiting on a late transport by any chance? What? Yes. Corporal Lifnitz set out to command headquarters for medicine. He has yet to return, though he was due back several days ago. Medicine's here, in this box. And this is a 3-in-1. Liar, thief, and your corporal's murderer. Plow yourself, mutant. Captain Peter will see to him. And you, Nordling, deserve our thanks. The medication will not save our men's lives, but it will ease their dying. Mi a baj a katonáknak? Your soldiers falling sick? What with? I do not know. I do not ask. Those who take an interest are usually sent straight to the front. Okay. Gotta say, I was kind of counting on a tangible token of gratitude. A golden... Aranyszínűre és csilling előre. I thought you acted from conviction, not greed. But if that is not the case, here. So you'll remember and tell others that Nilfgaard is generous with those who serve it willingly. Hogy intett? Azt mondja a Nilfgaardi katona, hogy biztos azért cselekedtünk, mert úgy éreztük, hogy ez a jó. Értékes rakomány. És arról van valami, hogy hogy működik a Cross Progression? Tehát ha elkezdem PC-n, akkor majd később simán folytathatom PS5-ön ugyanonnan, ahol PC-n abbahagytam. Igen, ez így működik a Cross Progression, én nem próbáltam ki, de ennek így kell, hogy működjön, így van. Megvetted az összes Nilfgaardit. Wow. Na, tehát... Megnézem, srácok, hogy mindent megcsináltunk, ami nekünk kellett. Tehát, őrült gyújtogató megvan. Egy makulálatlan serpenyő megvan. Értékes rakomány megvan.
és út közben eltűnt, az is megvan. Ó, basszus, és van még egy. Van még egy. Van még egy quest. Van még egy questünk. Azt mondja, hogy on that's bad. Na megnézzük még, hogy ez honnan indul. Nem akarok addig tovább menni. Azt mondja, hogy Tomira. Tomira az, hát... Ha, oké. Okay. Miért nem szeretitek a Nilfgaardiakat, skacok? Ez egy kegyetlen, végigjátszás. Igen, hát ugye oda kell mennünk. Viszont a kulcs. Szereztünk volna kulcsot? Szerintem oda még nem tudunk oda menni. That's it, Roach. Szia, Gostranál, szevasztok, srácok! Jetszél, most van 4 vagy 5 quest, amit érdemes megcsinálni, mielőtt még tovább haladnék a fő questtel. Meg egyébként is meg akarunk mindent csinálni. Úgyhogy... az ebből ennyi. Ha! Tehát kell kulcs. Azt tudtátok, hogy ebben a játék tulajdonosok 20%-a van meg, hogy végigvitte a gémet? Hát azt elhiszem. Sok mindent lehet csinálni. Szóval, kell nekünk egy kulcs. Na. Lehet, hogy ezt még nem fogjuk tudni amúgy. Lehet, hogy ezt még amúgy nem tudjuk. Jó. Félreértettem. Tehát tovább mehetünk ebbe a quest, ezzel a questtel. De... Come on, Roach. A következő questet még nem fejezhetem be. Fő questet. Fő küldetést. Oké, okay. akkor jó. Tomi Ránál lesz homokhúr is. Ó, zsír, na az majd jó lesz akkora. Lidércek ellen. Szóval miért nem szeretitek a Nilfgaardiakat, srácok? Még eszünk egy vizes palackot. Megesszük és sokkal jobb lesz. Mindjárt amúgy 2-es szintűek leszünk. Haló? GPS. Nilfgaard kicsit olyan, mint a birodalom? Hát tehát akkor ez jó. A birodalom jó. Én úgy hallottam, hogy ők jó. Na, ott lesz majd a titkos hely. Barbárok. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Nem gondolta volna, hogy egy witcher vagyok. Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. El kellett nekik mondani.
Látod? Tudsz te kedves lenni. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. Nordling. To the tower. Go. Levasz János. Na, mindjárt megyünk a toronyba. De előtte megmutatom nektek azt, amiről... Megmutatom nektek azt, hogy lehet lázadni. This bard's tale begins near White Orchard. If my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress. Lemészárolhatnánk a Nilfgaardi tábort, azt megmutathatnám nektek, de igazából most nem az a cél. Szóval meg akarom nektek mutatni azt, amit most is szóba hoztatok, meg már megcsináltuk az előző végigjátszásunknál. Szia, Herbes Enci! Bla 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 bla. Na. Na, elvileg itt most fel kell mennünk. Igen. Na. Aha, itt kell kiugrani. Scheisse, azt mondta. Használni kell az árdot. És át lehet ugrani így futás közben. Ajaj. Oké. Okay. És itt van az, akit ki lehet osztani. Megkarcolt kulcs és fekete mágikus baba. Maribori kard. És ide lehet használni a megkarcolt kulcsot. Redania viszont mindenkit is megégett, szóval inkább a Nilfgaard, de ez a tipikus eset, ha választanom kell két gonosz közül, akkor inkább nem választok. Hát igazából... a vér miatt választottam. A vér miatt választottam a Nilfgaardot. Nem akarom ezt jobban kifejteni. Aki érti, érti. Én már szemeztem ezzel a helyjel, viszont a megoldást nem tudtam. Captain Crazy, hogy lehet oda jutni. Az nekem új volt. Növény. Páncéljavítás, az is jöhet amúgy. Jó. A mesteremberről már volt szó. Ja nem volt szó. A mesteremberek különféle tárgyakat készítetnek el neked. Persze némi díjazás fejében. Na, a fegyverkovácsok fegyvert készítenek. A páncélkovácsok vértezetet. Ha találsz egy szerkesztési ábrát, vidd el a megfelelő típusú és képességű mesteremberhez, hogy ő elkészítesse neked ezt a tárgyat. Give me the coin! How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an Excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant.
How much can you give? Sziasztok, srácok! 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are Willis. Too tall to be him. Willisnek segítettünk, ugye? De mi nem vagyunk. De nem mi... Tehát, hogy mi nem Willis vagyunk. Nem vitatkozhatok a logikáddal, mert ugye azt mondta, hogy én csak az előjárót és a kovácsot Willist hívtam. De azt mondják, tör. De túl magas vagy hozzá. Geralt! Nem vitatkozhatok a logikáddal. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. Van egy griff a környéken, öld meg, és aztán meglátom, mit teltek. Miért érdekel téged az a griff? Why do you care about this griffin? Because I care about people. The beast has killed 10 already, including a few of my men. To hunt it, I would need to mobilize the entire garrison, comb the woods, organize a battue. Simply impossible. Too big a hassle? No, too high a risk. I cannot disperse my forces. Demeria's army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands, or hire a professional. No. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone, this will not be easy. What do you require? Tehát csapdát fogunk állítani a griff búvó helyén, mert elég merész és gyakran van távol a búvó helyétől. Egy bizonyos növényt kellene gyűjtenem. Jó lenne többet tudnom a griffről. Need more information about this griffin. Its sex. Why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Szóval Mislav kell majd nekünk. I'll need bait. És a homoktöb is. Specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira. An herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Nem tűnik amúgy olyan... Tamira and Mislav. Thanks. Vérengző alkatnak. Ez Sund Jakten. Ez a Nilfgaardi. Igen, van részfeladat. Tehát meg kell találnunk a vadászt, és kérdezni kell a füves asszonyt is. De mivel itt van páncélkovács... Password. Don't know any. So, out for a little walk here, eh? Counting the Emperor's swords to lull you to sleep? Well, in the army we've a place for nosy ramblers. The scaffold. And thick-skulled quartermasters? They got a place. A
You're clearly skilled. Yeah, igen, ő is csak földműves volt korábban. You got a knack for that as well. Milyen a hangulat a táborban? Ja, a menő a szemcsien. Hasonlót majd össze lehet szedni Geraltnak is. Or one to stir trouble. Neither. Just curious. Right. Well, tell anyone who cares we will win this war, because Radovid is mad, as everyone knows, and we've an extraordinarily well-drilled and well-supplied army. Incidentally, did you wish to buy something? Hát, persze, igazából nézzük, hogy mit árulsz. Show me where you're peddling. Szóval ő kovács, 4-ért lehet eladni a... Hát akkor kovács, akkor gondolom... De a páncélt lehet nála jó pénzzel eladni. Lovassági nadrág. Hát, még a többi dolog az maradhat nálunk. Ja. Na nézzük csak, mit árul. Doriani kard. Brilliáns, ezüst sebzés. Veleni hosszú kard. Hát ezeket az olcsó cuccokat megvesszük. Koviri szabja. Bár lehet, hogy a Gwent lapokra kéne spórolni. Ezt lehet tudni, hogy Netflix esküldi, mikor lesz elérte? Hát én úgy emlékszem, hogy azt a Hearts of Stone kieg alá rakták be, de lehet, hogy rossz volt, tudom. De lehet, hogy több is van. Jó, hát nála vannak ábrák. Magyarázában nem tudom. Érdemes ezt így most megjegyezni. So long. Hát lefotózzuk. Szállásmester. Hogy örül a pénzének? Kell csinálnom, srácok, olyat, hogy... Ennepi Evenet csak azt említették, hogy Hearts of Stone-os az új ködök. Akkor jó. Akkor Hearts of Stone-os. Akkor azt jól tudtam. Csak azt hittem, hogy van még. Ó, tehát ez szoketes cucc. Hát szoketes cuccal még nem tudunk foglalkozni. Na nézzük csak. Ahogy a méretet lehet állítani, hát így jobban látjátok legalább. Összehasonlítás. Aha, igni jelerősség. Na, hát ez jöhet. Erősebb ez a Maribori kard. Hát ez is kard, az így nincs minden sarkon, szóval egyelőre ezt így berakjuk. Lett egy jobb fegyverem. Mari és Bori. Hoppácska! Geralt rájött, hogy lehet gyors utazást használni. Jól meg is nézte. De most így nem gyors utazunk, de köszi a lehetőséget. Tehát, füves asszony kell a homok tövisével. Tehát füvező asszonyok kellenek nekünk, srácok. Tudtok-e mutatni füvező asszonyokat? Képzeljétek amúgy, hogy zölden világít a kontrollerem. Ez jelezni, hogy mennyi HP-ja van Geraltnak? Faster. Most megyünk vissza amúgy oda Tomirához. Majd figyelnem kell, hogy az acél Witcher kardot nehogy eladjam véletlenül. Morcos lennék, hogyha az a lapkardot eladnám.
Tehát fehér gyümölcsös fenevada, ilyen küldetést kaptunk. Ezt még gyorsan elolvasom, hogy ez micsoda. Itt van. A Nilfgaardi helyőrség parancsnoka fehér gyümölcsösben tudta, merre ment Yennefer, de ravaszul ezt a tudást nem adta ingyen. Tapasztalt férfi volt, jól tudta, hogy Geralt bármit megtenne, hogy a varázslónő nyomára akadjon. A sors úgy hozta, hogy egy griff volt a környéken, olyan fenevad, amit a parancsnok katonái nem tudtak levadászni. A parancsnok csak egy dolgot követelhetett, a szörny fejét a segítségért cserébe. That's it, Roach. Ez az, Keszeg! Ez az! Na, menjél, Keszeg, menjél! Hoppá! Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets, the red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Tehát fájdalmat csillapítanak. Griffin, do that to her. Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Szóval a Chaisi énekéjelén, amikor sötét volt és háború, megtámadta a griff, mert az erdőbe mászkált, szerelmes volt és a sráchoz igyekezett. A sebei meggyógyulnak, mégis meg fog halni. A feje belülről is vérzik, azon az én fűzeteim sem segíthetnek. Na nézzük, megpróbálhatok segíteni rajta. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But? Witcher's potions aren't for humans. She'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. Meg kell jólózni. I understand. Do as you will. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Hmm. Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago, we had trouble. Drowners under the bridge. Whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sar, something, something. Peter Sar. Sar Peter. Good to know the black one's looking out for our welfare. Tetszik, hogy a Nilfgaardi kapitánynak a neve az, hogy Sar Peter. Aha, jó tudni, hogy a feketéket ennyire érdekli, élünk halunk-e? Hát, Nilfgaardnak minden a rend. Peter kapitány már csak ilyen. Doubt Emperor Amir cares about you. But this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. There are only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who's spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Halálos ágy. Készíts egy adag fecske főzetet. Na nézzük. Alkímia. Főzet, fecske. Ott is van. Folytó lidérc agy. Fecskefű. Mert hogy igen, fecskefű és törp spiritus. Gyorsítja az életerő regenerációját, az életerő regeneráció két másodpercre leáll, ha sebet kapsz.
Hát ez tök jó. Tök jó. Van fecskénk. Yes? Mi a te történeted? Tell me something about yourself. What's your story? A sad one. Do you know the Temple of Melitele in Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there, how many times Mother Nenica stitched me up. We must have missed each other. I started to become a healer under Mother Nenica. I was but 18 when they took me in. An age at which teachings interest one far less than love. There was a boy, Goslath. He'd bare his chest to work. The novices couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. We passed a lovely summer together, and then he left. Nenike refused to take me back. My parents uttered not a word, gave me a travel cloak and a small coin pouch. I struggled long to find a place where I'd feel safe, needed, until I finally arrived here. End of story. Olyan nekem, mint hogyha Nenike amúgy benne lenne még a játékban, és szerintem még vele fogunk találkozni a jövőben. Szóval vicces, tetszett, ahogy mondta a Csajci, hogy abban a korban volt, amikor a szerelem sokkal fontosabb volt számára, mint a tanulás. Ez tetszett. Got any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. Na nézzük, mit árul. Mit árul? Pácska. Mi? A medvebőr 305. Kovi! Köszi szépen a 8 hónapot, köszi szépen a támogatásodat, és köszi, hogy a Prime-adat még mindig rám használod el. Srácok! Beregjenek a szvegek. Na. Azt mondja, hogy ennél az kereskedőnél meg lehet azt csinálni, hogy eladjuk neki a lépes mézet drágábban, mint a legtöbb kereskedőnél, mert hogy ő hetet ad a lépes mézért. Hát, ez fat loot, ez akkor itt nagyon fat loot. Ott az a feje, nem a homokor? Ez csak. Tengő gomba. Sömör gomba magvak. Fehér. Homokor. De, homokor. Ez bizony itt a homokor. Szia, nem Omer. Úgyhogy ezt jól tudtam. Ezt jól tudtad, Astronomist. Sziasztok, skacok, és köszi a pergetést. Jó, amúgy nem akarok semmit se venni, de jó tudni. Macskát is lehetne kraftolni. Ismersz egy Claire nevű nőt? Listen, ever heard of a woman named Claire? Lived around here? Heard of her? A mild way to put it. Claire was a friend. The only person dear to me in all of White Orchard. Until her husband Volker quarreled with the Lord of the Manor. He then gathered the family, moved out into the woods to start a new settlement. The Lord and his retinue rode there to convince them to return. They were to be civil. No forcing, no bloodshed. But you saw. Word is Claire said something about the Lord's son, Florian. Something that made the Lord furious. But who knows the truth? Lots of misfortune for such a small village. 'Tis so in every village. Even the smallest. You need only ask. But let's not end on a teary note. Here, a bit of solace. Wow, itt le tudtuk adni a Claire esküldit. Kaptunk 10 koronát azért, mert Claire-t eltemettük. Meg még salétromot is adott nekünk. Meg Berberk gyümölcsét. Meg Helbérc szirmát. És pókhálós gombát. És ennyi. Yes? Got a potion for Lena. Swallow. First sign of spring. Symbol of rebirth. Fitting as names go. We'll see. Like I said, could harm her. Deeply. Works on me immediately. But I have a faster metabolism.
Effects won't appear in her case for a few days. Why'd you choose this in the end? Decided it was better than doing nothing. I like you, Witcher. Here. A small gift. For giving a damn. Ma megcsináltuk a halálos ágyat, és kettes szintűek lettünk. Hölgy! 315 pontot kaptunk azért, mert egy fecskét odaadtunk a csajnak. Méreg kivonat. Átkozott olaj, alkímiai recept. Na, zsír. Verejték és könnyek által. Fátyol húzódik a között a világ között, amelyet az emberek látnak, és a között, amelyet nem. Ez a fátyol akadályozza meg, hogy az élők megpillantsák a holtakat. Egyes varázslók képesek áttörni a fájtlon, és kapcsolatba lépni a holtakkal, illetve rövid időre a napvilágára szólítani őket. Ezt a tudományt nekromancia néven emlegetik. A holtak maguk is áttörhetnek a fájtlon, és behatolhatnak az élők világába. Ám, a nekromantákkal ellentétben ilyenkor nem az értelem és az akarat, hanem az esztelen, megmagyarázhatatlan szükség hajtja őket. Ez a szükség olyan nagy erejű érzelmekből táplálkozik, mint a sajnálkozás, a sóvárgás vagy a harag. Ezek az érzelmek igen gyakran abból nyerik erejüket, hogy a halott még életben valamilyen tárgyhoz kötötte őket. Melyek a leggyakrabban ilyen erővel rendelkező tárgyak? Jeggyűrűk, kedvenc játékok, vagy az eszköz, amellyel elkövették a bűntettet, amelynek nyomán az egyén egyáltalán a túlvilágra jutott. Jézus ereje magyar fordítás? Nem jó a magyar fordítás? Legalább nem vajákozzák a Witchert? Hát, pedig az hivatalos fordításnak számít a vaják. A Witcherre a vaják. Egyébként. Régebb óta, mint hogy a Netflix ezt használta volna egyébként, csak mondom. Na, akkor újra átnézzük itt a küldiket, de szerintem most már jók leszünk. Tehát, őrült gyújtogató, makulátlan serpenyő, amúgy ez nem is kell, de serpenyő is kell, értékes rakomány, missing in action, azaz az út közben eltűnt. Hát ezek megvannak, és megcsináltuk az utolsó sidequestet is ezen a területen, a halálos ágyat. Szóval megvan minden mellékküldi ezen a területen. Úgyhogy most már haladhatunk tovább. Ja, folyómederbe kell homoktövist keresni. Mennyire változott a játék gépigénye a frissítéssel? Bocs, ha a 15. kérdező vagyok. Nem tudom. Gőzöm sincs. Nem tudom, hogy szebb lettem. Mármint, bocsánat, ez rossz kifejezés volt. Nem tudom, hogy... Hogyha játszottál lovbeállításon, akkor a jelenlegi lovbeállításokkal tudsz-e tovább játszani. Nem tudom. Igazából, mivel most lejöttünk ide, felszedjük az összeset. Milyen érdekes, itt ilyen ládikók vannak. Tök jó.
gyorsan úszunk, és akkor még felszedjük itt a maradék homoktövist. Ha ott van. Ja, még lehet használni DirectX 11-el, igen. Ez a nehézségi fokozaton amúgy már értelmet nyer majd a főzetkészítés, könnyebb fokozaton simán végig lehetett tolni komolyabb főzegetés nélkül. Hát én konkrétan Littlekán nem főztem sose, csak hogyha a küldetés elvárta, hogy csináljak meg ezt vagy azt. De most már kell, úgyhogy azért is gyűjtöm be itt a növényeket. Run, Roach. Run, Roach. Na, itt lesz a vadász. Nézzük már meg, hogy... ez hol is van? Ó! Aha, mellette már jöttünk el, mert itt volt a kisrác. Legalábbis errefele volt a kisrác, nem? Az oroszlán királyos kisrác. Nem, az odébb volt. Kevertem, ez nem az a hely. Anyone home? Must be out hunting. Tehát meg kell keresnünk a vadászt, aki biztosan vadászik. A nyom friss. Viszlán most indult el. Ott van. Szia, látom, vadászol, jöttem megzavarni a vadakat. You, Mislav? Shh. Hear that? Wolves? No, wild dogs. Yes, more dangerous than wolves. Veszélyesebbek a farkasok, nem ugyan? Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty too? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians, the Griffin Guild, where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. Mm-hmm. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on me. Persze. Segítünk megölni. Sure, Griffin's not going anywhere. No, dogs might though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march, he'll stop. Én csak egyszer játszottam végig. Killer man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies, but they just won't die. Because they're clever. More so than foxes. And they hate men something fierce. Too late. Attacked another one. This one. Egy halt.
Hát amúgy használni kéne a védekezést is néha. Eddig nem nagyon védekeztem. Ez a helyzet. Ez hülye kérdés egyébként. A kiegek is megkapták, persze. How long you gonna make me wait? Hát, hogy elég nagy izé öngól lett volna megcsinálni ugye a Next Gen update-et, hogy a kiegeket kiadják belőle. A kérdőjelnek nincs, a kérdőjelnek nincs helye a térképen. Ja, hogy izé, hogy csináljunk meg mindent, Csabi, arra célzol? Hogy azt úgy kell csinálni? Hát az a jó, hogy változtattak olyat a játékon, hogy alapból nem mutatja a kérdőjeleket. Tehát ezt neked kell átállítanod. Vagy lásd őket. Szóval, ha valaki zavar a kérdőjel, akkor most már el tudja tüntetni. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's Hunter. Én vagyok a fővadász, nem ő! That was before. Well, a long time ago. A Skellige-i kérdőjelekre azt találtam ki, Blaze, hogy amikor a küldetés éppen elszólít minket egy másik szigetre, akkor A pontból B pontba haladás közben szedjük fel a kérdőjeleket, és akkor úgy nem fog annyira fájni, mint ahogy nekem fájt az, hogy én gyakorlatilag fullosan ignoráltam a kérdőjeleket az előző végigjátszásnál. És ugye ez Skelligén 100 kérdőjel van. Azt hiszem. És nagyon lassan lehet haladni. De szóval mielőtt volt? De ez még azelőtt volt, hogy nos régen, mielőtt dezertált? Before what? Before they drove me from the village. Elűzték a faluban. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. Én is freak vagyok, te sem. Cinci-pinci, köszi szépen a 100-as sírt. I'm a freak too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. Lycanthropy, az mi a fene? Lycanthropy. Farkas, werewolves. Emberség. A few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I, we loved each other. Oh. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Oh. Florian hanged himself. Lord started drinking, and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. Szóval Dieter az, akit itt megtaláltunk, és hát emberünk és az uraságnak a fia szerették egymást. Szóval mivel elzavarták emberünket, ezért Florian felakasztotta magát, az uraság fia. És mivel Florian felakasztotta magát, az apja, az úr, az uraság, hát ő pedig az italba menekült, és a birtok tönkre ment. Tehát gyakorlatilag a srác miatt, az emberünk miatt, hát elég súlyos dolgok történtek. Én mindig úgy csináltam, hogy valamikor küldizgetek, aztán ráálltam egy ideig portyázgatni, utána visszatértem a küldikre. Hát sajnálom. I'm sorry. Ancient history now. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Kövesd a vadászt. Griffin, know anything about it? Oh, not much. 315 XP. Gyakorlatilag mindjárt szintet lépünk.
Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Hát ez kemény küldi volt. És nem ez az utolsó. Várjál, ez a cuccit kellett nekem a földre. Nyomunk még egy vizes palackot. Szóval Mizló. Vagy Mizláv. Ja, ezt inkább úgy mondom, hogy Mizláv. Igen. T'was here. Hát. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. Mind csak a gyászra a Nilfgaardiak voltak. De ne, hát, nem. I'll be fine. Ez most nem az a végig játszás. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Köszi. Maradsz, vagy mész? Jó. Ground's black. A talaj fekete, a kiömlött vértől. A Nilfgaardiak ünnepeltek. A Griff meg beállított. Dolgozik a PS5 a Next Gen patch alatt? Azt mondod, Zodiac? A camp. Egy tábor. Aha. These prints are older. Ezek a nyomok régebbiek. És mélyebben? Nehéz páncél. Alig, ha nem Nilfgaardia. Hopp, és egy láda. Fel kell menni. Várjatok, várjatok. Sisakvirág. Griffin's nest. What remains of it at least. Pillanat. Ez a PS5-ös verzió? Nem, ez PC-s verzió. Most már elolvasom. Nekem a Game of the Year-es van meg, és nem upgrade-elt. Át nem tudtok valami okosságot mondani, mert 5000-ére nincs kedvem megvenni. Na nézzük, mit írt Árni, most már érdekel. Tehát... tehát azt írja Árni, na konfirmáltam a dolgot, mert neten is írnak mindenfélét. Igaz, hogy a PS4-es Gold Edition is megkapja a Next Gen patchet, viszont a PS5-re lehúzva nincs olyan szép grafika, nincsen módok közötti váltás, a textúrám sem élesek, tehát összességében közel sem olyan szép, mintha a Witcher 3 Wild Hunt PS5 verzióját húztad volna le. Most 40% akció van a Base Game PS5 verziójára január 4-ig. Tehát ezt írja Árni, hogy érdemes megvenni a PS5-ös verzióját, mert hogy január 4-ig akciós, és erre írta Marci azt, hogy... Mit is írt Marci? Azt írtam, hogy akinek a Game Mode Year-es Edition van meg, az PS5-ön át tudja váltani Completed Edition-re a játék verzióját, és akkor megkap mindent az update-ben. Ilyeneket írnak. Tehát az egyik, Árni például azt írta, hogy érdemes megvenni a PS5 verziót, mert hogy akciós január 4-ig 40%-os akció van. Marci viszont azt írta, hogy ha a Game of the Year Edition van meg, akkor át tudod váltani a Completed Edition-re, amiben már benne van az update. Én ezt el tudom olvasni, de hogy ez így mit jelent, azt nem tudom. Mármint, hogy így én nem vágom, hogy milyen verziók vannak a Witcher 3-ból.
Holttest néhány hetes, még élt, amikor a Griffin videózta, és sokáig tartott az agóniája. A Completed Edition-t hol tudod átváltani? Hát Marci azt írta, hogy... PS5-ön át lehet váltani a Completed Edition-ra. Ja, ha a Game of the Year Edition van meg a PS5-ön, akkor át tudod váltani a Completed Edition-ra. Ez egy jó kérdés, nem vágom. PS Store-ba? Na tessék, PS Store-ba. Na, nézzük. Bones. Csontok. Horse. Ló, kutya, ember. Néhány hónapra való. A few months worth. Igen, így van. Szorba kiválasztod a játék adatlapján a három pontocskánál a Completed Edition-re, és azt töltöm. Hát de Zodiac. Tehát, hogy elolvasom még egyszer, és akkor lehet, hogy úgy érthető. Tehát azt írja Marci, hogy akinek a gotty van meg, az PS5-ön át tudja váltani a Completed Edition-re a játék verzióját. Tehát, hogyha PS5-ön van meg a Witcher, akkor megkapod a Completed Edition-t, ha nincs meg, akkor meg kell venned. Tehát, hogyha a PS4-es Game of the Year van meg, akkor, akkor nem lesz meg az a Next Gen Update-es játék, ami a menő. Ha jól értem, persze. De most erről úgy magyarázok, hogy amúgy nem tudom mi van. Tehát, hogy én nem értek ehhez. Csak megpróbálom értelmezni, amit írtatok. Vizsgáljuk meg a sebeket. Tehát ez itt a nőstény, az pedig a hím, aki vadászik. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Nem védekezett, álmában lepték meg. Meg kell határoznunk a korát. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 12 éves lehetett. 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Ilyen korba választják ki a életük párját a griffek, pont amilyen korba volt a nőstény. És a hím bizonyára azonos korú, azt mondja Geralt. Határozzuk meg a faját. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Király griff. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Should talk to Vesemir. Hoppácska! Sose becsüld le az ellenfeled. Ez a szabály a Witcherek szabályzatának legfontosabb eleme. Nem véletlenül. A megfelelő felkészülés már sok Witcher életét mentette meg. Érdemes főzetek készítésével, olajok alkalmazásával és mesteremberek felkeresésével tölteni az időt. A kovácsok fegyvereket készítenek, míg a páncélkovácsok vértezetet. Ha erős ellenfél elleni harcra készülsz, végrehajthatsz mellékküldetéseket, mielőtt megtámadnád. Ezzel tapasztalatot szerzel és fejlődik a karaktered, ami növeli az esélyedet a győzelemre. És level up! Ding ding! Sikerült. Ha a PS4-es gotty van meg, akkor az elvileg nem lesz olyan menő, az nem fog olyan királyul kinézni, mint a PS5-ös gotynak a Completed Edition-je, ha jól vettem ki a szavaitokat. Our illustrious champion returns. Welcome home. De hogyha hülyeséget mondok, akkor majd remélem, hogy valaki azt mondja, hogy ilyen te, de hát ez nem úgy van. Át kell váltani Completed-re, mert PS5 verzió nincs a gotyból, csak a Completed-ben. Aha. Értem. Tehát a PS4-es verziót át lehet váltani a Completed-re. És akkor abba lesz benne a nagyon menő Next Gen Update. Come on, Roach. Értem. És ez az átváltás, ez ingyenes?
Tudjátok, hogy mit hallok? Ez egy erőhely. Come on. Place of power. Should draw from it. Köszi szépen, srácok, a helpet és a magyarázatot. Én nem értek hozzá. Úgy működik Marcia Refound, hogy addig lehet refoundolni valamit, ameddig nem indítod el a letöltését. A PlayStation Store-ba így működik. Megnézzük, hogy mi ez a kérdőjel itt, ha már itt vagyunk. Desertőr. Az akkor egy ilyen banditás tábor. Na, nézd meg! Na gyere! Az igen! Haló? Jaj, hát tudom, miért nem tudok véde... Tedd már el ezt a fákját. Tehát a fákja miatt nem tudtam párizni. Basszus! Nem. A PlayStation-nél úgy működik, hogy a letöltéssel már bukod is a refound lehetőséget. Iszunk egy vizes palackot, igazából mit lehet tenni. Szóval nem a küldetés, hanem azt kell megnézni, hogy merre akarok menni. Oda akarunk menni, a Sirató híthoz. Ja, akkor ezt le lehet venni. Hoppá, automata átugrás, na szóval automata átugrás is van itt az autopilotban. Autopilot keszekből Tesla lett? Nem, eddig is ugye az volt, hogyha nyomtad a vágtát, vagy az ügetést, akkor a keszeg az így követi az utat. Az inyencet ki szoktad váltani? Na mindjárt megnézzük. Elkötletem pont egy. Helyezd a mutagéneket a megfelelő helyekre, hogy kapja karaktered értékeihez bónuszokat. Mutagén. Te sem. De most mit csinálsz? Jó, hát mutagén, igen. Válasszuk ki. Igen. Ez most mi? 50 életerő. És oda tesszük. Nagyon szuper. Miután aktiváltad a mutagének, bónuszokat adnak a karaktered képességeihez. A mutagéneknek és a képességeknek egyaránt színük van. Helyezd a mutagént olyan helyre, ahol legalább egy azonos színű képesség van, hogy növeld a bónuszát.
Ha egy képességnek színe nem egyezik meg a mező mutagénjeinek színével, akkor nem növeli meg a mutagén bónuszát. A mező esetleges többi képességéből nyert bónuszok ettől még megmaradnak. Minél több képesség színe egyezik meg a mező mutagényének a színével, annál nagyobb bónuszt biztosít. Minden egyes egyező képesség 100%-kal növeli a bónuszt. A mutagének segítségével nagy erejű főzeteket és mutagén italokat is lehet készíteni. Barna, és azt mondta Astro, hogy ínyenc. Sasszem, anyagcsere, felfal, ott van. Az evés utáni életerő regeneráció 20 percig tart. Wow! Ez tetszik. Tetszik ez az... Megmondom őszintén, ezeket, amik itt a barnán vannak, a képességek innen... Én nem is néztem semmit. Harcon kívül 10 ponttal nő másodpercenként az életerő. Például van ilyen is. Max életerő növelés. Könnyű páncélzat. Ja, hogy 3 pont elérhető. Azt mondja, hogy 3 pont elérhető. A könnyű páncélzat minden egyes darabja 25%-kal növeli a kritikus sebzést. Hát azt még nem tudom, hogy milyen páncélzatba akarunk nyomolni. Tehát van macska, ugye az a könnyű, a griff a közepes, és a medve a nehéz, és én nehézbe nyomultam. Ezek csak akkor működnek, hogyha oda jobbra be vannak húzva. Ez így igaz. Ez így igaz. Tehát nem lehet mindent kirakni. Csak mindent felfejleszteni. És ugye ezekből csak egy szint van. A maximális fűzet mérgezést 30 ponttal növeli. Adrenalin pontok növelik a fegyver sebzését és a jel erősségét. Fókusz. Adrenalin termelés növelés, aha, és a jelek használata adrenalin termel. Ha alacsony az állóképességünk, a jeleket adrenalin pontért is lehet használni. Nyílpuska erősebb. Itt a 30 perces kaja nagyon sokat ér early-be? Miben jobb a 30 perces kaja annál, hogy harcon kívül nő az életerőnk nappal? Tehát, hogy a nap és a csillagok, az nem jobb, mint az ínyenc egyébként. Nem tudom, kérdezem. Mert ez harc közben is tart. Aha. Ja, de ez így világos, ez így világos. Kettőt. Még egy lövedéket kilőhetsz, mielőtt újra kellene töltened. Harci transz. Széles hát a felszerelés maximális súlya 60 értékkel növekedik. Mindenki gurmé. Na jó, én elfogadom, srácok. Gyere! Kirakjuk ezt, és... nyomjuk tovább itt az izommemóriát. 20% itt van, és 30%-ra is felnyomjuk. Yes. What is it, Wolf? Elfogadta egy megbízást a griffre. Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Guardian Garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Megtudtam pár dolgot a Griffról. Learned some things. It's a male. Had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. És tényleg amúgy meg lehet szakítani.
Szóval, ja, hát a Nilfgaardiak nem egy profe, tehát egy hozzáértőt fogadtak fel, hanem megpróbáltak a saját erejükből megoldani egy problémát, és csak rontottak rajta. Learned some things. It's the male had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardian. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zugel in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Kíváncsi leszek, hogy mennyire észrevető a Next Gen update. Mások vélemény szerintem brutális módon néz ki. Tehát, ahogy elkezdtük a játékot, ahogy vége lett a Kaer-Morales történetek, de már a Kaer-Morales történetnél is látszódott, hogy elképesztő. Elképesztő az, ahogy kinéz ez a játék. Grafikailag abszolút megállja a helyét, így 2022-es szinten van ez a grafika. De ez most olyan, mint hogy a Witcher 3-at most adták volna ki, grafikailag. Brutál. De ez csak az én véleményem. Értetek, hogy sorozatban levő Vezemírt jól eltalálták. Nekem az a Vezemír tetszik nagyon, ami az animés Vezemír. Az brutálisan jó volt. Ideje csapdát állítani. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Készülj fel a griff elleni harcra a villámfőzet elkészítésével. Egy tárgy előállításához szükséged van a megfelelő alapokra, de ezt már olvastuk. Na, tehát ugye kell a villámfőzet. Ott van. Kell törp spiritus, pókhálós gomba és endriág embrió. Növeli a támadó erőt, a fűzet mérgezést és a hatóidőt. Kész. Előkészületek. Van egy Witcher főzeted? De ez is volt már. Tutorial, please. Ezt nem tudom, most miért írják én. Ja, mert hogy bele lehetne rakni egy rúnakövet a mostani fegyverünkbe. Adrenalin növelés. Jelerősség. Kábaság okozás esélye. Jelerősség. Aha. Akkor mehet egy kis Triglav rúnakő. Oda. Bele van rakva. Ja. Na. Mehetünk tovább. Kis gomba. Vala gomba. Na. Aha, tényleg, hát ez... Ez menő, nem csökken a kaja. Come on. Ezzel a 20 perces cuccal. Ó. Oh. Loar and I think
Várjál, Vezemir. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Matt. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks. Hide our paths. Ugye nem akarják, hogy Kaer Morhen feltűnő legyen a Nilfgaardiaknak. Wintering? Think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Micsoda bárányt rakott oda a Vezemir. És itt a király Grim. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. Oh. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. Azt hittem a hagyományos iskolához tartozom. Szerencsejáték, szép dolog, mondhatom. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking, got a griffin to kill. Szegény, még jó, hogy nem keszegre ment rá amúgy. Ja, ide kell jönnünk. Annyi, hogy el kéne nyomnunk az italt. És el kéne nyomnunk egy ilyet. Hoppá. Nem a... De fura őt nem lehet. Targetálni. It's about to die. Gyere. Don't let it get away. Gyere. Azt mondja, ne hagyjam, hogy meglógjon, de hát elszaladt. Mármint egy elrepült. Basszus. Amúgy én azt nem értem, hogy ezen a nehézségen, hogyha a játék ilyen nehéz. Én miért? Mi bajom volt nekem ezzel a nehézséggel? Hoppá. Na, hé. Ez nem is nehéz, srácok. Legalábbis egyelőre nem nehéz. Hát nyilván még az elején vagyunk, de hogy nekem már ezzel a királygriffel meggyűlt a bajom. Not bad. Annó. Not bad. Though you could stand to improve some things. Hát amúgy igazából semmi extra nem csináltunk, tehát hogy
nem védekeztünk, elnyomtunk egy potit, a szevasz. Szia Cicado, szia Bowie. Jól mondom a neved? Remélem, hogy igen. Bowie, Bowie. Szevasztok, srácok. Azt mondta, hogy akad még javítani való. Hát tanulni sose késő. Man spends his whole life learning. Not a Witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Jó, azt mondta, hogy vigyük el a trófát a Griff teteméről. Tehát, hogy vigyünk trófát a Griff tetemére. Na, csak sikerült kimondani. Szörnyszem Griff tojás, átitatott por, Griff mutagén és Griff trófea. Nice. Na, az a helyzet, most ez megvan. Ott van fönt Keszegen. Az a helyzet, hogy ezen a területen ott van egy nagyon erős ellenfél, emlékeim szerint. Megnézzük. Ezt most megnézzük. Merre is kell menni? Tehát itt egy templom van. Ő nagyon erős ellenfél volt. Még egyszer mondom. Igen, igen. Azt hiszem 7-es. Úgyhogy mentünk egyet. Serpenyőnél mentettünk, úgyhogy mentünk egyet újra. Igen, fehér gyümölcsös és sírkert. Na nézzük. Hát erre fel kell készülni úgy, hogy jel. És kell ez az írtán. Magic. A place of power. Ez érdekes volt. Ez érdekes volt. Rezgett a medálunk. Na, hát én úgy emlékeztem, én nem tudom, én komolyan nem tudom, miért emlékszem arra, hogy nehéz volt a játék számomra, meg ez az ellenfél is nehéz volt. Oda mentem, az sicsúgy. Srácok, sicsúgy. Láttátok, hogy mi történt? Sicsúgy, az enemy azt se tudta, hogy mi van. Ez a Lidérc egyébként ábrát véd. Ez egyébként onnan is derülhet ki, hogy azt hiszem azoknál vannak ilyen kezek. Úgyhogy most oda fogunk menni. Őrzött kincs. Szia Hint. Én most már csak azt nem értem, srácok, jó, amúgy most nagy a pofám, de csak azt nem értem, hogy miért nem, hogy hívják, halálfutam nehézségen kezdtünk. Itt lesz majd a sír. Gildorfi kard, tompa fejszem. Ja nem sír, láda. Na várjunk. Ó, ez az.
A Vipera iskolából való Colgrim Witcher levele. Vipera ezüst kard. A Vipera iskolából való Colgrim Witcher levele. Rőtszemű Ivar, a Witcherek Vipera iskolájának mestere. Sikerült előkerítenem a legendás leírásokat, amik egykor rendünk birtokába voltak. A hazaúton azonban nehézségeim támadtak egy temeri gyepű faluban, ahol megaludtam. Az ostoba parasztjai megtettek bűnbaknak, a helyi méhészkölykének eltűnéséért. Az Uracs kastélyába vittek kihallgatásra, ahol megtalálták és lefoglalták az egyik ábrát. De ne aggódj, visszaszerzem. A többit hiába keresték. A temeri szokásjogra hivatkozva istenítéletet kértem, hogy ne kelljen a báró szeszélyére hagyatkoznom. Rábólintottak, így holnap nekiállok megtisztítani a bárói család kriptáját a lidércektől. Nem ígérkezik túl nehéznek, talán vissza is érek az erődbe. Mire ezt a levelet készhez kapod, fűtess fel a hámort, lesz kovácsolni valónk bőven. Hoppácska, kiváltott egy Discord bérletet? Na, majd intézzük. Intézzük majd. Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. Most ezt nem nyomtam végig. Lehet, hogy nem nyomtam végig. De hát, hogyha azt mondja Geralt, hogy a medálja rezeg, akkor rezegjen. Ott vannak kérdőjelek. Itt van egy csomó kérdőjel, srácok. Hát van még mit felfedezni. Fél öt van. És gyönyörű az ég. Megyünk, csináljuk a questet. Az szép amúgy hint. 300 000 csatornapont. Vannak itt még jó questek, úgyhogy én azt mondom nektek, hogy fehérgyümölcsös kertet jó lenne jobban átnézni. Ez az a hely, ahol amit még szívesen bevállalok, hogy kimaxolunk. Egyébként. Azt a rohadt, srácok. Ugye meg eszeg. Rejtett kincs. Az éves összesítőt megnéztem el? Még annyira nem. Ja, azt mondtam, hogy ki akarom maxolni, persze. Ez egy nagyon szép cél. Ez lesz az. Mindenkinek, akit érint. A légió parancsnokkal közhírét éteti. Akinél ez az írás van, kísértessen északra az Oxenfurt közelébe levő határállomásra, ahol egy redáni szakasz fog várni rájuk. Nemesen született temeriként különleges védelem illeti őket. Hajuk szála sem görbülhet. Minden, amit magukkal visznek, személyes tulajdonuk, és a birtokukba kell maradnia. Jelen parancs bennem tartását a rögtön
ítélő had a törvényszék szigora sújtja. Randall Wittgenberg. Szevasz, Pimi, szevasztok, srácok. Temeri értékek. Na gyere. Le lették kaszabolva. Elvileg bent kártya játékra nincs valami jelzés, de én mindenhol mindegyiket megvásároltam, játszottam mindenkivel, akivel lehetett, de mégsem sikerült elérni az achievementet, hogy megszerezzem az összes kártyát. Akkor ezek szerint valami csak kimaradt. Doros. Van az a mágikus könyv, ami így mutatja, hogy mi az, amit még lehet csinálni. Akármikor kérdezem a Witcher véleményét a legfrissebb szonettemről, elégiámról, vagy akár kuplémról, mindig azt állítja, hogy nincs rá ideje. De rögtön rengeteg ideje lesz a hulláknál, vagy szörnyfészkekbe talált leveleket kell olvasnia. Talán azért, mert ezek ellentétben az én írás műveimmel gyakran mutatnak utat komolyabb vagyonokhoz. Mindenkinek, akit érint. A légió parancsnok a közhírét éteti. Bla bla bla. Bla bla, ezt ugye olvastuk. Nekem nem volt bágos ez a quest, Pauli, ezt pont egy pár hónapja csináltam meg még az előző BKG játszásnál. Ugye ez itt van a házba. Ott van. Na. Nem ez kell nekünk. Ez. És akkor most jött a jel. Na. Hatékonyabb nyerek. Nice. Árd, Rúna, Orenek, ott lesz a küldi, lovassági csizma, és ott van. Nehezen olvasható kézírás. Túl terhelt vagy, Geralt, túl sok tárgyat cipel. Ha túl sok zsákmányt halmozol fel, nem fogsz tudni futni, vagy sprintelni. A piros ládikó szimbólum jelenik meg, a képernyőn ebből tudhatod, hogy túl vagy terhelve. Megtudhatod, mennyi súlyt cipel szépen a felszerelés panelem. Szabadulj meg a felesleges tárgyaktól, dobd le őket a földre, add el őket vagy szedess szét egy mesteremberrel. Ha többet akarsz magaddal cipelni, fejleszd a lovad nyeregtáskáit. Ha. Köszi járni, köszi szépen. Azt mondja, hogy szójegyzék, könyvek. Ez az, ez lesz az. Nem ez az. Égett papírok, ez az. Nem. Szereztünk valami olvasnivalót. De mit szereztünk? Hát ez a három volt. Ezt ugye olvastuk. Valaki látta, hogy milyen olvasnivalót szedtünk? Ki. Nem az égetett papír volt, mert itt ebbe a pöcs szó van, és erre emlékszem. Ezt pedig nemrég olvastuk. Ezt a vérászat a hat parancsot. Akkor kettő ugyanolyan könyvem? Az mondjuk lehet, hogy a két ugyanolyan könyvem van. Nehezen olvasható kézi. Na ez az! Ez az! Kimi, nem csoda, hogy elveszítjük a háborút, gyáva nyulak ezek nem katonák. Csak pár nyílövés meg buzogánycsapás kellett volna, és vége is a harcnak. Az egész konvojt megszerezzük. Nyilván azért szerepeltünk ilyen rosszul, mert túl sok volt a vodkánk.
A bátor harcosok kortyoltak belőle Hébehóba, és meg is volt a látszatja. Nehéz bármit is eltalálnia annak, akinek a szeme keresztbe áll. Vigyel mindent a rejtek helyre, amit összeszedtünk, aztán tűnés, amilyen gyorsan csak lehet. Azt a szarnak való díszegyenruhát muszáj lesz elégetni vagy elásni. Ha bárki meglátja rajta a címert, még bajunk lesz belőle. Hát ez volt, amit így el akartam olvasni. Na, már mehetünk is tovább. Mindjárt nem leszünk amúgy túlterhelták. Neked egyik ládába se volt? Hát amúgy, hogy bágos. Nekem szerencsére nem volt az. A gyerek eszeg. Na. Tehát szereztünk keszegnek valami jót. Azt mondja, hogy ez az hatékonyabb nyereg. És most, ami rajta van, az egy 20-as nyereg. Hát ezt ki lehet cserélni. Hát és még így se lett több helyünk. Na, mi az, amit kidobhatunk? Talán ami a legkevesebbet éri. Lehet úgy rendezni, ár szerint, aha. Na, ez 18-at ér, úgyhogy kidobjuk. És most viszont 4-es szint kell ahhoz, hogy egy legyen egy normális fegyverünk, ami kétszer annyit sebez. Wow. Hát még egy szintet kell akkor ehhez lépnünk. Jó. Gideon. Na hát ez megvan. Világtérkép. És hát látjátok, hogy itt azért még itt vannak kérdőjelek. De most rámegyünk a questre. Azért csak jó lenne elérni így a mai napon, hogy megcsináljuk a fehér gyümölcsös kártat. That's it, Roach. Ja, el kéne adni. Igen, el kéne adni a cuccokat. De itt volt páncélkovács. Volt páncélka. Hopp, őrzött kincs. Ott marad az őrzött kincs most, mert tényleg nem tudok felvenni semmit. Slower. Is this? Mi a fene ez? Roy. Roj. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. Persze, nem tudta, biztos. So, a fool. Damn it, you never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No, by the gods, no! De hogy lehet ilyen hülye? Átveszi Szar Pétert, majd átveri Szar Pétert. A kapitány. Szia, Konik, szevasztok, srácok. Hová lehet a jóságos és megért a kapitány? Amúgy ezt nem érdekel. Na, érdekeljen? Jó, érdekeljen minket, mert hogy nem fő beszél. Csak mellék. I extended a hand to these people. Teljesen igaza van. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? A moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was Vizima. A day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were
adequately compensated. Párbeszédek, időlimitált opciók. Hát elvesszük. Persze, hogy elvesszük. Az északi nők három havonta csak egyszer fürdenek? Igaz ez a petyka? Ez az! Csapj oda! Ez az! Ja, a vicserek amúgy is aranyért dolgoznak, ez így van. Na, megyünk a kovácshoz. Szóval, ők kellnek, nem? Nem ők kell. Ők kell nekünk. Spionkodni jöttél, vagy alkudozni? Na. Show me where you're peddling. Mutasd, mit van. Ja, hát igen, ő nem fegyverkovács, de páncélkovácsnak, hát amúgy mennyit érez? Mutasd csak. Ő szállásmester, tehát hogy lehet, hogy nem nála kéne eladni ezeket a dolgokat. Itt mondtam. 58, 57. Hát nem tudom. Lehet, hogy tovább kéne mennünk. Azt mondja, hogy kovács. De csak ez az egy kovács van. Így van. Hát akkor megyünk tovább. Jó, de azért eladunk pár kardot, hogy legyen helyem, csak hát most ez így fillérekért fogjuk eladni. Hoppá. Ezt nem akartam. Ha egy mesterembernek van a hiányzó összetevődből, azonnal megveheted. Választ ki az árut és nyomd meg a gombot. Jó. Nekünk a bolt kell. És eladjuk a leggagyibbakat. De minek neked annyi kard? Hát eladni drágán. Hát az a helyzet, hogy nála full olcsón tudom csak eladni. Az acél Witcher kardot el sem tudom adni. Hát akkor... Na, nincs gond. Ezek a rozsdás novigrádi kardok, ezeket most eladtuk. És így pár dolgot azért fel fogunk tudni majd venni. So long. Olyan hosszú. Meg lehet élezni a kardunkat, illetve a páncélunkat egy kicsit javítani. Amúgy itt hátul mi van? Nagyon beszédesek vagytok. Az biztos nem. Még jó, hogy nem vettük ki, egyébként morcosak lettek volna ránk. Bocs. Készülj fel a távozásra a fehér gyümölcsösből Vezemirrel. Na, az a terv, srácok, hogy most távozunk. És aztán majd visszatérünk. Szóltok. Jó ötlet. De... Előtte még inasba rakjuk itt a vargokat. Ugyanúgy harcolok, mint amikor easy volt a játék nehézsége. Semmi extra. Nem védekezek meg semmi ilyesmi.
Ahogy ezt nézzük már meg, hogy néz ki. Mondom, Igni. Hát... Na gyere! Gyere, keszeg! Haló, keszeg! Jézusom, srácok, mi van keszeggel? Vizoponics. Berezgett, srácok, a medálom. De miért rezgett be a medálom? Erre még, ezt még nem tudom, srácok, erre a kérdésre a válasz, hogy miért rezgett be a medálom, egyszer csak berezgett a medálom. De nem látok itt semmit. Egész héten oktatás, mert tök jó még gyorsan karácsony előtt letenni egy vizsgát. Wow, hát mikre rá nem veszed magad, Onyx? Jó kis vizsgázás karácsony előtt. Láttátok már az eget? Olyan bizony, olyan menő. Gyorsan menjünk tovább, mert mintha valaki üldözne. Figyelj már! Whoa there, Roach. Ja jó, egy kicsit megbolondult itt a GPS. Ja, vörös volt az előbb az ég volt, az is nagyon jól nézett ki. Gyere apucihoz! Letépem a fejed és beleszarok a nyakadba. Te is hasonló jókat kíván nekünk. Something else you'll be needing. Got anything interesting under the counter? Depends what you're after. Have a look. Oho, hoho. Ja, jó. Van már ilyenünk. Álcánk. Bár amúgy lehetne venni még egy álcakártyát, mert az álcakártya elég jó. Nem tudom, akarok-e venni még egy... Mennyibe kerül? 20? Jó, adj. Az álcakártyák elég jó. Jó, mehetünk. Megyünk szóra. Dehogy veszünk, van a hűtőben. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Ott nyomják a késes trükköt. Tudjátok, amikor itt a késsel szórakoznak az ujjak között. Kik ezek? Who are they? Patriots. Drinking their seventh round for Temeria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey, then we'll go. Geralt, we should stay out of it, just this once. Tehát értitek, mire kért minket Vezemir, maradjunk ki belőle. Jó. What happened to the lilies? Took them down. Took them down? To hang a golden sun there now? Cannot show Temerian colors. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You know. Annyi Evgard cukája vagy? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hang my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition. That they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to Let my sister attending to the birth, and you don't fear the god's wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off.
You all right? They say witches steal young'uns. Azt mondják, a vicserek gyerekeket lopnak. What the Emperor promised you, freaks? Your own land, like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. Kék! Láttátok, kék volt a pallos. De jól néz ki! Ó, de jól néz ki! It's all right. It's over. Leave me be! Get away! Hát fel lette kaprítva, igen. See his face! God save us! Be gone. And don't ever come back. So much for not getting involved. Hát jó, de nem volt más lehetőség. Hello, Nilfgaardia. We didn't start it. Oh, igen. Oh, igen. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but, well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry, wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? He didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. Nem lehet kijönni. Tehát, hogy itt muszáj harcolni a kocsmába. Miért Vizimában? We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even. Ha ökölen harcolunk, akkor is lesz vér, ugye? A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir Var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his fields. You're a member among that group. For as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls. As soon as possible. Micsoda cringe bakond. Nekem is meglett a nagymesteri páncél, a nagymesteri medve páncél az előző végigjátszásnál. Azt eléggé megtoltuk. Azt a mentést. Thank you.
recently. Knowing you, it's probably filthy. Just the beginning. But then... But then? Csak a zeneim volt malackodás. Hát ez már nem állom, ugye? Kárgya van. Jennifer, how big? We shall talk of this tomorrow, all right? After the audience. Vizima a megszállt Emeria a fővárosa. This bard's tale begins near White Orchard, with my dear friend Geralt of Rivia seeking his lover of yore, the sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Csajok vagy fürdették ott a Geraltot. It must suffice. Think of your cares if I'm clean. The gentleman will refer to his Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? Bergère! In that chair. Jól beolajozták Geraltot. Please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Ugye azt mondta, hogy kérlek borotváld meg az úriembert, pajeszhoz fél hüvelyk. Valami gond van a szakállamban? What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard we consider kellemetlen viselet Nilfgaardban a szakáll. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. Hát én is nagyon élveztem, Bazsi, nekem is nagyon nosztalgikus. Preparations for the audience proceeding as planned. Yes, General. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber too? Igen, ő is borbély. A borbélyok tábornoka. No. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Yennefer's escort. They were my men, all of them. Indeed, were, for none have returned to Vizima, have they? Mm-hmm. I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time. And a razor to your throat. Tehát, hogy arra kíváncsi, hogy mi történt az embereivel, mert ő az Alba osztagnak a parancsnoka, és hogy az Alba osztag emberei, akik Yennefer mellett voltak, azok úgy meghaltak. Az embereit harcban estek el, katonákhoz méltón. Hát az igaz, hogy a harcban estek el, a vadfalka ölte meg őket. Hát nem tudom. Nézzük meg ezt. Wild Hunt killed them. A cavalcade of wraiths dashing across the night sky. These omens of war, the peasantry bubbles about. Expect me
to believe that. Frankly, I don't really give a damn. Nordlings, we can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Megborult fejem még egyszer az ellenkező irányból? No. Ő maga az ellenkező irány. Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. Good. Now the gentleman may dress. Jól emlékszem, itt se a Witcher ruhányba kell lennünk. Van ott egy kis kokain a torkodon, Geralt. Sadly, I did not receive exact measurements. If the garments chafe, our tailor will adjust them. Oh, jó. Szóval nem kapott pontos méretet, ahogyha lötyög a ruha, majd a szabó igazít rajta. Mindegy milyen színű, csak fekete legyen. Hol a cuccom? Where are my clothes? Where they should have gone long ago. Mosónőnél. They will be returned to you after the audience. Clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Jó, tehát választanom kell, muszáj outfitet választani. Na. Császári audiencia. Geralt éveken át kereste Yennefert, de végül a nő talált rá. Megjelent fehérgyümölcsösben a fogadó előtt, Nilfgaardi katonák kíséretében. Az egykori szeretőknek egyetlen meghitt pillanat sem jutott a találkozásukkor, mert Yennefer ragaszkodott hozzá, hogy siessenek. Geralt és Yennefer elindult hát fehérgyümölcsösben a Nilfgaardiak kíséretében, de csak a Witcher és a varázslónő jutott el Vizimába. Az úton a menetet megtámadta egy regiment lidérc, a háború hírnökei, a vadak. Geralt feje zsongott a kérdésektől. Mibe keveredett ilyen? Hogyan találták meg őket a vadak? Miért keresték őket? Miért hívták őt Vizimába? A válaszokat pedig nem mástól, mint magától Nilfgaard császárától várta. Emir van Emreisztől, a fehér lánytól, mely ellenségei sírhalmán táncol. Az ismert virág leghatalmasabb emberétől. Én ebbe a setbe szeretném végignyomni most már a játékot. What? Itt aztán lehetne olvasgatni emberekről. Morvran Vuris, az albahaltest parancsnoka. Főtiszt és tisztavérű arisztokrata. Olyan, aki büszkén nevezi magát Nilfgaardnak, amit csak is az őslakosok, a birodalom fővárosának és közvetlen környékének szülöttei érdemeltek ki igazán. Amikor először találkoztak, Geraltnak fogalma se volt arról, mennyire fontos szemét bíztak meg azzal a feladattal, hogy tegye fel neki a szokásos kérdéseket. Azonban a Witchert ismerve, Morvran rangjának és helyzetének ismeretesen változtatott volna sokat a hozzáállásán. Ez az Ultimate Geralt set. Emir komornyikja. Na jól van. Srácok! A Borbé szerint a mesékből vagyunk, mint Witcherek. Amúgy elképesztően néz ki a játék. Továbbra is. Azt akartam mondani amúgy, hogy itt ér most véget, srácok, a Witcherezés. Mára. Itt a ruha választásnál. Pont jó pillanatban. Úgyhogy legközelebb, azaz holnap, megtudjuk, hogy mibe keveredett Yen, mi az a feladat, amit ránk akarnak sózni, mit akar Emir Emperor. Ez lesz legközelebb. És természetesen nincs elfelejtve, egyáltalán nincs elfelejtve a fehér gyümölcsöskert, mert itt még vannak feladatok. Szóval ezeket meg fogjuk csinálni.
Ezeket mindenféleképpen meg fogjuk csinálni, ez itt egyáltalán nem sok, és úgy gondolom, hogy jó, hogyha megvan, mert azért mégiscsak az utolsó előtti nehézségen játszom a játékot, bár eddig kihívásban nem ütköztünk, hát gondolom idővel nehezebb lesz a játék, nem úgy, mint most. Most elég könnyű volt. És az eddigi tapasztalatok alapján nem is értem, hogy miért easy-n játszottam végig, és mi volt nekem olyan nehéz a játékban, ami miatt újra kellett kezdenem egy pár óra után, hogy easy-n nyomjam újra. Amúgy nem is kellett volna újra kezdeni, hiszen, mint mondtátok, lehet állítani a játék nehézségén. Úgyhogy... skacok? Egyelőre ennyit a Witcherből tényleg. Én még mindig tartom magam ahhoz, hogy mindent megcsinálunk. Próbálom azt elkerülni, hogy a küldetések megcsinálatlanok legyenek. Ez számomra az elsődleges feladat. Hát az achievementek pedig hát nem nyílik meg a Steam overlay, de az achievementekkel pedig majd megpróbálok foglalkozni, hogy azokat is szem előtt tartsam. Mert már jó pár questet meg lehetett volna csinálni. Questet, achievementet meg lehetett volna eddig csinálni. De nem az volt a szempont, hanem az, hogy nyomjuk a gémet.